without heart. Your head, your right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begged me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you. Szép jó napot mindenkinek! Na, hol vagyok szerintetek? Horvátország! Egész nap már itt voltunk, csak jöttünk, mentünk, intézkedtünk, bevásároltunk, hullafáradtak vagyunk, hajnalban keltünk, egész nap utaztunk, de itt vagyunk. Levontunk a parton, Csibikével együtt. Megnéztük, csináltunk pár szép fotót. Igazából most megyünk fel már vacsorázni. Hideg tálat fogunk enni, majd azt megmutatom. Egyébként még semmi érdemleges, különösebben nem történt. Elállt a szavunk mi pár méterenként, mert csoda helyen vagyunk. Ravniba vagyunk, és ez ilyen kicsit ilyen csak nyaralók szerintem, vagy hát ilyen, ilyen óriási nagy házak vannak. És szerintem mindegyik ki van adva, kis hacienda házak, ahogy életem mondaná. De ő is itt van ám, nem azt hiszitek, hogy csak egyedül jöttem. Sziasztok! Tetszik a hely? Nagyon jó, már kaprázok. Úgyhogy itt vagyunk, ma van szombat, és itt maradunk jövő hét péntekig. Igen, pénteken megyünk haza, úgyhogy jövök nagyon sok szép helyjel, élményekkel, finom kajákkal. Hellóka! Másnap van. Elindultunk Labinba, hogy elmenjünk bevásárolni a következő pár napra, mert tegnap nem szedtük össze a gondolatainkat, és most nem akarunk minden nap boltba járkálni. A Spárba indultunk, és hát látjátok, hol vagyunk? Egy temetőbe. Konkrétan kirándulunk a temetőbe. Na, de megvan az oka. Megyünk a temetőnek a szélére, sétálunk, mert nem hiszitek el, hogy mi van ott. Mutatom. Plusz információ itt a temetőkről. Minden egyes síron van fénykép. Amúgy nagyon kis szép rendezett, olyan barátságos temető. Úgyhogy még ilyet sem csináltunk, de gondoltam, ez tök érdekes, és hogy itt Horvátországban, nem tudom, hogy mindenhol vagy csak itt, de tetszenek a temetők is. Élet, nem? Lehet kijebb is menni? Igen. Ja. Gondoltam. Igen, törje az utat, hogy majd még megpróbálom megmutatni közelebbről ezt a kisvároskát. Hazaérkeztünk a boltból, bevásároltunk. És meg is mutatom. Szóval, hát rájöttünk, hogy idén is, hogy Horvátország kurva drága. Ezt én innentől kezdve, hát nem sok minden, szerintem otthon az Aldiba mondjuk
5-6 ezerből megúsztuk. Ez csak azért, mert mondjuk ez otthon is drága. Ez ilyen 1200 forint itt is, meg otthon is. De ez 9000 forint volt, és... Vettünk egy papírtörlőt. Kértem ezt két kis bagettet, nekem egy nagy gluténmentes bagett van, ugyanis kódokot fogunk csinálni. Ilyen virsliből, szójamentes, gluténmentes, aztán 40 gram, na, mi? 40 deka csirke mellett vettünk, akkor ezt mondtam, egy uborkát, koktélparadicsom, egy tejfölt, mert majd valamelyik nap csinálok lángost, reggelihez joghurt, szöszölőt, ugyanis valaki szöszöl, és képzeljétek el, kikötötte, kicsit éjszakai kupisz, mindegy, nem mehet fel a kutya a kanapéra, meg az ágyra. Én nem tudom, hogy gondoltam, hogyha lehet kutyát vinni, na mindegy. Jön meg itt van két burgonya. Csavap, csicsi. Ezt visszahadarok, nem baj. Szóval ezt azért vettük, nehogy gond legyen. Úgyhogy most gyorsan meg is csináljuk a hot dogot. Aztán megyünk egyet strandolni, meg majd a kis halászfaluba akarunk elmenni. És imádjuk, gyönyörű szép idő van. Eltelt a nap, és nem igazán videóztam, de hát ez már megszokható tőlem, semmi gond. Életem megcsinálta a vacsoránkat, mutatom. Giroszos fűszerezésű csirkemell, saláta, uborka, koktélparadicsom, fröccsi, gyönyörű szép kilátás, úgyhogy tökéletes minden. Most várom életemet, hogy kijöjjön, csak szerintem nem akarok mutatkozni. Nincs rajta póló. Szóval annyit akartam mondani, hogy nagyon-nagyon jó volt ez a nap. Nagyon jó helyet talált életem. Piros mond neki. Holnap szerintem folytatjuk, majd megpróbálok többet videózni, csak nagyon magával ragadott. Azt láthattátok, hogy milyen helyen voltunk, meg sziklát másztam, meg ilyenek. Úgyhogy még folytatjuk. Na, szép napokat! Ha már itt jövünk, megyünk, és még nem beszéltem ma, akkor gondoltam, majd most bejelentkezek. Nem tudom, hogy mennyire ismerős nektek ez a hely, ezek az utca, kis szők, sikátorok. Robi! Eljöttünk Robinba, ezt ma megbeszéltük már a tavalyi nyaralás után, hogy vissza fogunk jönni idén is, bárhol lesz a szállásunk. Jó, Montenegróból nem jöttük volna vissza, de értitek? Úgyhogy, várjál, még nem hagytuk el a Müllert, ugye? Nem. Müllerbe akarok bemenni, mert fehérje szeretett, meg akkor már veszünk ásványvizet is. Na szóval, itt vagyunk, felmentünk a templomba, a toronyba. Jaj, nagyon jó volt, csak fú, kétszer gondoljátok meg, hogy felmentek-e, mert jaj, hatalmas nagy sor.
Hát, mire feljutottunk, meg mire le is, borzasztó volt, de megérte a kilátás, csak nagyon húzatos volt. Azért megyek ám ilyen beszarva, mert ezek a kis kövek úgy csúsznak konkrétan a papucsom így elindul, és mintha sílét lenne rajtom. Úgyhogy most itt vagyunk, sétálgatunk, város nézünk, imádjuk ugye, úgyhogy majd megjövök. Hozzá. Egy kis csevapcsicsi, savanyúság, saláta, krumpli, egy kis dijoni mustár, egy-egy fröccs, ami ugye elmaradhatatlan, meg a gyönyörű szép kilátásunk. Kis csipi is itt van, ugye? Jaj, nagyon nem tetszik neki itt. Sokat van egyedül, meg sok a hang, meg a zaj, szerintem is már ki van merülve, mert mindenre figyelés nem alszik normálisan, de igen, de majd egyre jobb lesz. Úgyhogy mi most teszünk? Életem a háttérbe. Visszamegy a kocsihoz. Ott hagytuk az állványt szokásosan. Éppen strandolunk. Már kedv van. Sajnos. Rengeteg élmény van, de valóban keveset videózok, de pont azért, mert annyi szép helyen, annyi csodálatos esemény, látnivaló, minden van, hogy már elengedtük, hogy szerintem mutassam, hogy mikor mit teszünk, vagy mikor hol járunk. Éppen amikor spontán eszembe jut, hogy úristen, ezt le akarom videózni, ezt levideózom, megmutatom nektek, de most ez tényleg teljes relax, a kikapcsolódás és a pihenésé ez a hét, ami nagyon-nagyon kell is. Úgyhogy eljöttünk egyébként egy ilyen 20 pár percet autóval, és találtunk egy ilyen kis mini beach-et. Most itt vagyunk, kicsit majd szerintem majd megyünk tovább, ezt majd biztos levideózom, ha tele tovább megyünk. Van egy ilyen kis beugrós rész, ahonnan szerintem amúgy ugrálni is lehetne, így a sziklákról, meg ilyen kis barlang látszik. De egyelőre most letelepettünk, napozunk, már épp ideje, mert tegnap ugye jöttünk-mentünk, pedig az a tegnap is nagyon strandidő volt, de mindegy. Szóval most itt vagyunk, és majd még próbálok több szép helyet mutatni. Arra vártam, hát ha mond valami vicceset, de nem. Hát, ma is strandoltunk, 5:30 van, már most indulunk visszafele. Láthattátok, hát nem sík terepen voltunk, ma sem. Ez nem kell normális beach, meg rendes kijelölt
Strand? Minden. Kovácséknak sziklás terepe kell, ahol gyakadat törhetett, főleg, hogy idefele, még lefele. Sima papucsokba lépkedtünk. Mondtam, ja! Most, ha igen, azt beszéltük meg, ha felérünk, akkor már visszavesszük, mert amúgy ezeknek ugye keményebb és vastagabb a talpa, ezeknek a lúszócipőknek meg hát nem igazán, úgyhogy életemben most átvette, és most esetleg, hogy ja, nekem is át kell. Úgyhogy ennyi volt a mai nap, megyünk haza, éhesek vagyunk szerintem, vacsorázunk, Csipikét meglátogatjuk, sétálunk vele, és megtervezzük a holnapi utolsó napunkat, hogy ki tudjuk maxolni. Utolsó napunkat töltjük. Itt vagyunk Dugalukába, ami Ravni mellett van, egész fontosan. 5 kilométer körülbelül. Na jó, lehet 10. Találtunk egy nagyon-nagyon jó helyet. Csupa szikla. Ugráltunk vele, csomoltunk a gyerekek. Jaj. És ez a gyönyörű táj. Fű. Nem akarunk hazamenni. Bár életem azt mondta, hogy innen nem megyünk el. Soha. Soha. Úgyhogy, ha nem találkoztok velünk Győrbe, akkor Dugalukába vagyunk. Egyébként körülbelül délután 4 óra, 4:30 lehet maximum. Volt egy nagyon nagy zuhé, körülbelül egy fél órán keresztül egy fa alatt álltunk, így törölközővel. Fújt a szél is, úgyhogy én már végefele fáztam. Elég durva volt. Bár, mikor elkezdett esni, minket nem érdekelt. Senki nem ment be a vízbe fürdeni. Mi, bucival, bementünk. Kurva jó volt amúgy. Esküszöm, nagyon tetszett. De most már 1000 elsüt a nap. Sunshine, minden. Próbálunk még egy jó kis szint szerezni, aztán élvezzük még, és nem gondolunk a holnapra. Without remorse, without heart, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one, you was being bad. That you stole my love, you stole my time, you stole my heart. You begging me to come up with you, 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 you. I don't know, I'm fine without you. Július 19-e van péntek, ami azt jelenti, hogy véget ért az utunk, a nagy horvátországi körutazásunk szinte. Láthatjátok, Pulába vagyunk. Ez az utolsó állomás. Kávéztunk egyet, sétálgatunk, szereztünk. Nem tudom, mennyire látszik. Közös kis karkötőt magunknak. Nem hűtőmágnest viszünk haza. Kicsit gyönyörködünk a tengerbe. Meg nagyon szép a város, tele van pálmafával, amit ugye imádok. Úgyhogy igazából ennyi volt a nyaralásunk, innen már még beugrunk holtba, aztán hazafele megyünk. Csodálatos volt, imádtuk, vagyis hát remélem, hogy imádtuk, de megkérdezem a is. Nagyon-nagyon imádtuk, igen jó volt, de valami fantasztikus volt. Kár, hogy haza kell mennünk. Arra azt beszéltük, hogy a szállásról nem baj, hogy el kellett jönnünk, mert az ágy az nagyon kényelmetlen volt. Úgyhogy azt beszéltük, hogy csak ma mennék valahol máshova, és ahol jó az ágy, azt folytathatnánk. Egyébként meg tegnap annyit ugráltunk, hegyet, sziklát másztunk, meg ilyesmi, hogy mindenhol szörnyűizomlázom már most, meg ahogy érzem, egyre rosszabb. Úgyhogy bár nem sportoltunk hivatalosan, meg nem edzettünk, de a mozgásunk minden nap megvolt, rengeteg jöttünk, mentünk, másztunk, ugráltunk. Fantasztikus volt.
Nem hittük volna szerintem, vagy én nem hittem volna, hogy a tavalyi Robint azt tudjuk überelni, de tudtuk. És újabb szerelem, újabb boldogság. Úgyhogy köszönöm, hogyha megnéztétek. Remélem, hogy tetszett. Nekünk nagyon tetszett. Sziasztok!